Kígyó a madárkalitkában. Néhány napja töltötte fel valaki ezt a fotót a Szexárdon hallottam nevű Facebook csoportba. A kép nagy riadalmat keltett, többen azt írták, egy vipera van rajta. Végül szakértő tisztázta a helyzetet, csak egy siklót kaptak lencse végre. Tolna megyében a kígyóknak csak ezen fajtái élnek, egészen pontosan 5. Mindegyiknek közös jellemzője az, hogy kerek a pupillájuk, nyilván ez egy picit közelebb kell hozzájuk menni. Megértem a félelmet, jobb félni, mint megijedni alapon, viszont jó eséllyel, ami kígyófélével találkozhatunk, akár városban, akár a környékén, ők mind ártalmatlanok. Akkor itt engedem szabadon is. Jól látható ezen az amatőr felvételen például a vízisikló legszembetűnőbb jellegzetessége. A feje mögött látható sárga, félhold alakú folt. A szintén veszélytelen résisikló pikkelyeinek vöröses színéről kapta a nevét. Ez a faj főleg homokos talajokon fordul elő. Eléggé lassú. A hazai siklók királya az erdei, ezek az állatok akár 2 méter hosszúra is megnőhetnek. Mérget viszont a fajtársaihoz hasonlóan nem termelnek. A szakértő szerint tehát, ha valaki Tolna megyében kígyót lát, jó eséllyel nem kell attól tartani, hogy a mérgével kárt tesz az emberben. Alapvetően sem mérgük nincsen, sem olyan erős harapásuk, úgyhogy ilyen szempontból arrébb kell menni és békén kell őket hagyni. Mindezektől függetlenül néha előfordul, hogy fogságban tartott egzotikus kígyó szökik el a gazdájától, amit aztán szakembereknek kell befogni. Erre viszont Tolna megyében úgy tudjuk, eddig még nem volt példa.